Adjon Isten mindenkinek, a mai kisfilm Régi Buda vár, vagyis Szamárhegy és annak környékének leleteinek bemutatása. Főleg azok számára, akik szeretnének tárgyilagosságot látni a kutatásokkal kapcsolatosan. Tehát mutatom, miről van szó. Itt van Esztergom a Garammal szemben. Ettől lejjebb van egy város, aminek a nevét kiradírozták, és ez a város Visegrádtól feljebb helyezkedik el. Metszeten így néz ki. Valójában ez is Esztergomnak a területe a középkorban, és ez itt a budai vár, a budai palota az itt van, és a királyi város az viszont itt van. Tehát ez egy összefüggő központ, ez a királyi központ, Fehérvár meg itt a másik oldalt. Van itt egy weboldal, itt van fent az elérhetősége, ezen vannak Esztergomról régi képek, és ezt a motocross pályát 1965-ben használták és fényképezték a fotót. Köszönjük a feltöltést. Háttérben lehet látni a Fogarasi szigetet, itt még nincsen lefűződve. Ezen a térképen sincsen lefűződve. És műholdképpen már lehet látni, hogy le van fűződve. Ez a motocross pálya, mikor légészeti leleteket találtak ezen a területen, itt, akkor a motocross pályát beszüntették, és átrakták Piliscsévre, és azóta a motocross pálya Piliscséven található. Azóta Esztergom egy másik részén létesült egy másik motocross pálya. Metszet szerint így néz ki 1542-ben, Mátyás király idejében, ez a Hartmann-Schedel-féle metszet a Duna irányából, és kicsivel később viszont így néz ki a Burda hegyről. A 16. század végig kincslelet Esztergom Szamárhegyről, ez egy részlet, ez az Esztergomi Vármúzeumban található, valójában ez a budai palota, ebben van egy kiállítás, érdemes megtekinteni, akik szeretik a tárgyilagosságot. Itt előkerült egy korsóban pénz, ennek a leírását a Magyar Régészeti Topográfia 5-ös kötete tartalmazza Esztergom résznél, akit érdekel online megtekinthető ez a kötet. Akit a csontok érdekelnek, egy rakás sír került elő a környékről, ő kutathat utána, ha érdekli. Aztán előkerültek még tárgyi emlékek, bár nem Sashegyi Sándor találta. Ezek a leletek, ez így néz ki, másik irányból így néz ki, kicsit részletesebben. Ez az egyik cserépedény, a mintázata így néz ki, ez állítólag római, ez a másik motívum rajta tetején, aztán van egy kancsó darab, az így néz ki, a kancsónak az alja is előkerült, a többi része az hát igazából a szilánkokból lett összeállítva, aztán van egy másik cserépedény, ez már belül mázas. Akkor van ez a templom a Szamárhegy tetején, amikor már lerombolták a régi Budát, és már csak ez maradt meg. Ez egy 10x10-es torony, és mellette a hosszúkás főhajó kelettelve van. És ennek a faragott padlója 140 cm mélyen van a terepszinttől. Ennek a templomnak az oltárköve itt található, ez egy fehér márvány. Ez Esztergomban található egy magángyűjtőnél. Általában a régészeti leletek ilyen embereknél találhatóak, és lehet, hogy jobban vigyáznak rá, mint a múzeumban, mert ha van egy megfelelő kapcsolat, akkor ezeket meg lehet tekinteni. A régészeti leletként ajánlatom a bombát is. A rendőrség nem örült neki. Ennek ez egy ilyen 80 mm-es átmérőjű repeszromboló, volt egy másik, akkor ennek a gyújtószerkezete is benne van, igazából három darab került elő, a taposóaknál az elment, annak nem kellett tűzszerész hozzá. Helemba szigetről mellette előkerült ilyen cserépedény töredékek, korsó, bogrács, tányér, tál, mintás, mintanélküli,
Tehát van bőven. Igazándiból régészetileg védett ez a terület, de az ember a fövennyen szedi össze ezeket a cserépedény darabokat, és annyira régészetileg védett, hogy a Duna áradása folyamatosan mossa be a Duna mederbe, igazándiból ezek az enyészetté fognak válni, és a meder fenéken el fog kopni az összes. Egy másik helyről előkerültek állati csontok, emberi csontok, volt, amit el van színeződve, volt, amelyik nem, előkerült koponyadarab, ennek a helyszínét nem mondom meg, nem publikus, itt előkerültek szintén tálak, ilyen mintás, van mázas, máz nélküli, fekete, két színből, tehát egy szürke agyagból, egy vörös agyagból, van amelyik mintás, ilyen csavart mintás, külső oldala máz nélküli, belső oldala mázas, ez a másik, amelyik két rétegű agyagból van. Vannak ilyen szép íves darabok is, ami valószínű, hogy ivócsanaknak a része lehetett. Előkerült kard, ez 50 centi hosszúságba, egy harci szekerce vagy bárd, előkerült egy ilyen hatalmas tál, ez 50 cm az átmérője és 32 cm a magassága, ennyire egybe volt, hogy az aljából hiányzott a darab, de viszont az egyik sarka az megvolt, tehát ezt teljes egészében lehet rekonstruálni vagy hát javítani. Ezt úgy hívják, hogy alagút fül, így van megformázva. Előkerült a sarló, a kalapácsot nem találtuk meg, valószínűleg a TSZ elnök hagyhatta el menekülés közben. Ez így néz ki. Előkerült egy kis csupor is, ez vagy valami puskagolyóval vagy nyíllal lett átlőve, mert ez a nyílás ez egy pálcika ide belerakható. Előkerült az esztergomi dzsámit, amikor felújították, akkor az alapjaitól előkerültek ilyen hálókövek, és az északi tengernél is szinte azonos típusú hálókövek találhatóak a tengerparton. Előkerült valahonnan egy gomb is, ami így néz ki, az alja az sima. Hát röviden egyelőre ennyi, akit érdekel a régészet és esetleg a részletek, az a Magyar Nemzeti Múzeumban és az Esztergom Balassa Múzeumban talál még kiállítást ezzel kapcsolatosan a Királyi Központból. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldjon benneteket!